Amit ezt ígértem, itt van már velünk Hak Márta, a Szent Pál Akadémia oktatója. Szervusz Márti, üdvözöllek! Szervusz Csilla, köszöntöm a kedves hallgatókat! Az imént már említettem a hallgatóknak, hogy beszélgetésünk apropója, hogy a Hídgyülekezete országszerte gyermekbibliával ajándékozza meg az óvodákat. Erre a programról egyébként részletesen tudtok tájékozódni az óvodaprogramhit.hu internetes oldalon. És hát adódik az első kérdés, hogy egészen pici korban is érdemes ezek szerint már megosztani a gyermekekkel a Biblia fontosabb történeteit? Igen, egész kiskortól fogva, hiszen Jézus is azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És azt is hozzáfűzte az Úr, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. És azután pedig azokat a gyermekeket, akiket hozzávittek, azokat megérintette, kezüket rájuk tette, és megáldotta őket. Vagyis Jézus nagyon is hívja magához az egész kicsinyeket, és ők az ő hát mennyei szolgálatát folytatja értük, és hát ez nem szabad elfelejteni azt, hogy a kicsinyeknek is van szellemük, és ők is be tudják fogadni az Úrnak a tanítását a maguk szintjén. Lehet, hogy nem feltétlenül úgy mesélünk nekik, vagy beszélünk nekik, mint a nagyobbaknak, akik már egészen hosszabb történeteket is, hosszabb igeszakaszokat is meg tudnak hallgatni, vagy a képes Bibliát hát fel tudjuk nekik olvasni, és össze tudják kapcsolni a képet és a szöveget. Az egész kicsinyek is már lapozgatják a képes gyermekbibliát, és most már tényleg nagyon sok szép kiadványa van a gyülekezetnek, amiből lehet válogatni, és az a megfigyelés, hogy 2 év körüli kisgyerekek is nagy örömmel veszik, és mivel Jézus nevét nagyon hamar tudják mondani, énekelni, hívni, látszik rajtuk, hogyha nyitott szívvel teszik ezt, tényleg szellemből, szívből meg tudják tenni, hogy azt, amit tudnak ismételni akár egy dicséretből, azt telitorokból tudják énekelni, és hát nagyon, nagyon megindító is az, amikor látunk egy egészen kis gyermeket, 2-3 évest, aki bizalommal van már az Úr iránt. Úgyhogy egész kiskorban be lehet őket vezetni, hát először, amikor a szülőket hallja énekelni, imádkozni, az első talán az asztali áldás, amikor imádkoznak, és hálát adnak a mindennapi kenyérért, az ételért, ami az asztalon van. Vannak családok, ahol egymás kezét is megfogják, és így az egész kicsi gyermekekben is egy nagyon jó érzés kapcsolódik ahhoz, hogy együtt van a család, vagy legalább az édesanya és a testvérke, vagy csak az édesanya és ő ott vannak, és akkor hát egy érintés, és utána egy nagyon jó élmény is éri őt, hogy finomat eszik, és nagyon hamar meg is tanulják az ámen szót az egész kicsinyek. Úgyhogy nagyon korán, zsenge korukban is lehet már nekik a hit dolgairól jelzéseket adni, és hát tudjuk, hogy a gyermekek mintakövetők, amit a szülő csinál, vagy a nagy testvér csinál, azt követni fogja, és utánozni fogja, és ez nem rossz dolog, és szívesen lapozgatják a gyermekbibliát is. Ugye nagyon sokféle, sokszínű a gyermekirodalom, ugye, hát olyannyira, hogy hetek óta egy bizonyos mesekönyvtől zeng a média itthon. Nagyon sokat beszéltünk erről a bizonyos könyvről itt a rádióban is, szakemberek latolgatják, hogy a mesének milyen hatása van a gyermekek fejlődésére, ugye ezt hallottuk pszichológusoktól, hogy nagyon nagy hatással van. Mi most vegyük sorra azt, hogy a Biblia olvasásának milyen hatásai lehetnek a gyermekekre. Hát óriási hatással van, hát az alaptörténetek tulajdonképpen most a civilizációnk alapját képező elbeszélések és narratívák azok a Bibliából kerültek ki. Tehát amit tudunk a jóról és a rosszról, a mi civilizációnkban, azt a Bibliából tudjuk. Amit tudunk az erkölcsi nemességről, hogy mi az, ami felemelő, mi az, ami az embert nagyjá teszi, mi az, ami lealacsonyítja pont ellenkezőleg, mi az, ami erkölcsileg rossz, azt is a Bibliából tanulták meg az előző nemzedékek.
és hát most, hogyha csak így civilizatórikusan nézzük, akkor hát a hatását nem lehet túlbecsülni a Bibliának. Azt, hogy az egyénre milyen hatást tesz, hogyha olvasnak neki Bibliát egészen kis gyermekkorban, hát azt lehet sejteni, hogy minél korábban belecsöpögtetik az elmébe és a szívbe Istennek a beszédét, amiről azt is írja maga az ige, az írás, hogy élet és szellem, az egy sorsformáló erővé tud válni az életébe, vagyis kormányozza a gondolkodását, cselekvését, visszatartja a rossztól, a romlást okozó magatartásoktól, ami őt hát ön és közveszélyes állapotba vinné, attól a Biblia egy fegyelmező hatást gyakorolva a személyiségre visszatartja az egyént. Azon kívül a jóra felszabadítja, felbuzdítja, és a jó mintákkal, a jó példaképekkel, hogy hogyan lett Dávid hős, hogyan emelkedett föl, hogyan tudott mondjuk Eszter királynő közben járni a népért, hogyan lett ő egy nemzeti hős. Ezeket a példaképeket, ha nézzük az Ószövetségből, és hát az Új Szövetségből, hogy Jézus Krisztus személye, a műve, az önfeláldozása, a halál fölötti győztes élete, amivel legyőzte az ember legnagyobb ellenségét, őt olyan személyé emeli az egyén előtt, aki hát mindenek fölött való, és pontosan ezzel a Biblia olvasással, magával azzal, hogy Jézus mindenki közül, minden ember közül kiemelkedik, noha egy volt az emberek között, és alázatos volt, és szolgálatkész volt, ezzel olyan mintát ad, hogy hát gyakorlatilag egy ilyen standard lesz, hogy ő, és ő a kiinduló pont, és hát ő maga az ember, és egy olyan eszményé tud az ember szellemében válni az ő személye, hogy hát kitörölhetetlen képet ad és nyomot hagy, és egy olyan követendő példává válik, ami miatt az emberek nagyon könnyen hát felszabadulnak arra, hogy ilyen akarok lenni. Tehát a gyermek nagyon hamar rá tud állni arra, hogy kiket szeretne követni, vagy milyen szeretne lenni. És akár az Ószövetség eseményein, történetein felnőtt nemzedékek, akár akik az Új Szövetséget is ismerik, és látják, és követik, hogy milyenek voltak az apostolok, és milyen maga Jézus, hát egy kitörölhetetlen nyomot hagy, és a jóságba vetett hit ilyen módon ki tud épülni már egy kis gyermeknek a lelkében is, és hát ez nagyon fontos, hogy ő jó ember akarjon lenni, és így én azt gondolom, hogy a jóról és a rosszról alkotott fogalmainkat hát a Szentírás tudja alapvetően jól betájolni, hogy mi a jó, mi a rossz, ki a jó ember, ki a nem jó ember, vagy ki a rossz ember. Az emberismeretet is igazából a Biblia jól be tudja kalibrálni, és meg tudja jól erősíteni az emberben. Hát az önismeretet is persze kiépíti. Tehát a bibliai történetek, mivel annyira sokféle karakter, személyiség felvonul alapjain, hogy szinte minden élethelyzetre van, vagy a szintét el is hagyom, tehát minden élethelyzetre van példa és minta, és az emberek jellemének a torzulásaira, ferdességeire is bőségesen van minta, hogy mi az, ami elrettentő példa legyen az emberről. Szóval nem kell ahhoz az életiskolájában nagy csapásokat és bukásokat átélni, ezt nekünk megtakarít a Szentírás, hiszen látunk látványos bukásokat benne, drámákat, tragédiákat, és ezek meg arra szolgálnak, hogy elrettentő példák legyenek, és ebből is rengeteget tanulunk. Tehát, hogy nem dajka mese, úgymond a Szentírás, és egyébként a puritánok például nem is nagyon aprózták el, tehát nem óvták a negatívumokkal való elrettentéstől sem a fiatalokat. Nem kell félni attól, hogy jaj, hát az még nem neki való. Hát azt gondolom, hogy a tinédzser is nyugodtan olvashatja az Ezékiel prófétát, és nem kell azon hát sajnálkozni, hogy hát vannak benne olyan részek, amiket hát ugye nehezen dolgoz fel
akár egy felnőtt is, nem kell tartani attól, hogy rossz útra vezeti a fiatalokat, hogyha például negatív eseményekkel találkoznak a Biblia lapjain, mert ez az életkönyve, és igenis föl kell tudni a lelkünket készíteni, és a gyermekek lelkét se rossz fölkészíteni, hogy van jó és rossz, és szerintem a Biblia múlhatatlan érdemeket szerzett már az elmúlt évszázadokban, hogy normális és egészséges lelkű embereket formáljon és alakítson. Igen, és hát ugye most a gyerekekről beszéltünk, de a szülők számára is vannak útmutatások a gyermekneveléssel kapcsolatban. Akár ószövetségi vagy újszövetségi útmutatást tudunk mondani? Igen, hát maga az oktatás, a gyermekeknek a nevelése az a zsidóságban vallási parancs volt. Hát már Ábrahám az első nevelő, akiről azt olvassuk, hogy azért nem titkolta el az Úr Ábrahámtól, amit tenni akart, mert tudja róla, hogy megparancsolja a fiainak és a ház népének utána, hogy megőrizzék az Úr útját, igazságot és törvényt tegyenek. És ezért Ábrahám kiválasztásában biztosan benne volt az is, hogy olyan személyiség volt, aki tudta a háznépének is átadni az Úrral való találkozásokat, azokat a tapasztalatokat, kijelentéseket, amiket ő kapott, és hát ő ilyen módon a hívők atya is lett, és a törvényadás után pedig a zsidó népnek pedig egy vallási parancs is volt, hogy átadják a fiaiknak a kijelentést. A híres Sema ima is úgy szól, hogy halljad Izrael, az Úr az Istenünk egy Úr, azért szeresd az Urat teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elmédből, minden erőddel, és beszéld el a fiadnak, és amikor úton jársz, amikor lefekszel, amikor házadban ülsz, beszélj arról. És ezért annak az átadása, vagy pedig, hogy írd fel a házad kapuira, ajtófeleidre, hogy szem előtt legyen, közd a homlokodra, tedd a kezedre, hogy ezek a parancsolatok, ezek mind arról szóltak, hogy láthatóvá legyen a családi életben, és hallható legyen a családi körben Istennek a beszéde, hogy a jártukban, keltükben, az otthonukban ülve, vagy kibe járva az otthonoknak a kapuján, mindig legyen szó az Úrról, Istenről, és hogy ne legyen távol a gyermek sem. És amikor bizonyos ceremóniák, például a Páska vacsora arra is szolgált, hogy a gyermekek kérdéseket tegyenek fel, és szemléltessék az egyiptomi kivonulásnak a körülményeit jelképes ételek segítségével. Ezek a szemléltető eszközök, amik hát tapinthatóak, ízlelhetőek, szagolhatóak voltak, ezek mind a bevésést szolgálták. Szóval a gyermeknevelés az már egészen korán az Izrael életének a része lett, és mint szövetséges nép, így az Úr nevét, dolgait folyamatosan hangoztatták, családi körben is, és nem csak közösségi szinten, nem csak a Szentsátorban, vagy a léviták és papok szájából hallották, hanem a családfők tanították a gyermekeiket, az édesapák a fiaikat megtanították, és gondolni lehet, hogy a lányokat pedig az édesanyák tanították, ahogyan a háztartási munkába őket bevonták. Tehát a gyermeknevelésről ezután főleg a példabeszédek könyvében olvasunk, és ott pedig az a fő kulcs kijelentés, hogy tanítsd a gyermeket az ő útja, módja szerint, még vénkorban sem tér el attól. Tehát amikor a gyermeket a maga módszere, korosztályának megfelelő jellegzetességei, fogadó készsége, életkori sajátosságai szerint neveljük, hogy mit tud befogadni, mi való inkább neki, játékosság, vagy inkább beszélgetés. Tehát akkor még, hogyha kiskorban tanítjuk, még időskorban se fog eltérni attól. Hát biztosan a pszichológusok elmondták nektek a Hitrádióban, hogy milyen fontos meghatározó életszakasz az óvodáskor. Ez az az időszak, amikor nagyon-nagyon sok minden bevésődik, olyan magatartási mintákat sajátítanak el a gyermekek, amik egész életükben végig kísérik őket, és éppen ezért, ami ismétlődik, ami kellemes, ami jó élmény, amit hangsúlyoznak, vagy komolyan
lelkükre kötnek a szülők, és ünnepélyesen hát tényleg rájuk bízzák, és megmagyarázzák nekik, azokat a gyermek igazságnak fogadja el, és nem tér el attól, tehát jó esetben az megmarad, az a mag benne. Még akkor is, hogyha tinédzserkorban van egy lázadó korszaka, mert elégedetlen saját magával, meg az egész világgal, keresi a helyét, ez természetes, de azok a magvak, amiket elvetettek a szülők, ha jól tették, jól csinálták, jól beplántálták, megszerettették az igazságot, elrettentették a rossztól, megszerettették az igét, megszerettették az Úr dolgait és Isten népét, akkor később sem fog attól eltérni a gyermek, azok a magok benne fognak maradni. Tehát meghatározók a világ képére nézve. És ezért is nagyon fontos, hogy mit mesélünk, és mit olvasunk. És még a mese, tehát a műmese vagy népmese világából is, hogy lehetőleg olyat jó választani, ami nem ellentétes azzal, amit meg a Bibliából nekik olvasunk, mint igaz történetet. Szóval, hogy ha a Biblia azt mondja, hogy a varázslás az bűn, akkor mi ne olvassunk boszorkányos mesét, meg varázslósat, amiben jó dolog a varázslás, mert az pontosan lerombolja azt, amit a Biblia olvasása már építettünk. Úgyhogy hát ha szűrve és jó érzékkel, jó megkülönböztetési képességgel fogjuk meg mondjuk a meséknek a világát, tehát tanulságos állattörténeteket, állatmeséket, vagy Mátyás király meséket, vagy igaz történeteket mesélünk, vagy kitalálunk ilyen meséket, amik az ő mindennapjaikra valahogyan ráilleszthetők, akkor nagyon is jól tudjuk kormányozni az ő hát fejlődésüket és a magatartásukat. Hát a nevelésnek az a lényege, hogy átplantáljuk az értékeinket a következő nemzedékbe. És minden kultúra igyekezett átplantálni a következő nemzedékbe azt, amit addig felhalmozott, és amit fontosnak tart. Tehát amit fontosnak, jónak, igaznak tart, azt át kell ültetni, hogy utánunk is, az folytatódjon. És ugyanúgy vezesse őket, ahogyan mi megtapasztaltuk, hogy minket vezet az ige, és az Úr, és a Szent Szellem. És hogy azt akarjuk, hogy a gyermekeket is így tudja kormányozni, hát Isten beszédénél nincsen nagyobb hatalom. És a Szent Szellem megvilágosítja. Úgyhogy ez teszi nekünk nagyon könnyűvé a nevelést, hiszen szívbe írni a Szentlélek által lehet, de viszont, hogyha a szülő rááll és hisz benne, akkor viszont tényleg lehet szívbe írni, hogy elrejtsék magukban, és az őket is fogja vezetni. Egyébként az egyháztörténelemben voltak olyan időszakok, korszakok, amikor a keresztény nevelés, oktatás terén kiemelkedő dolgok, tehát tényleg pozitív dolgok történtek? Hát nem vagyok tudója az egyház történelemnek, de hogyha mondjuk az árvaházak alapítására gondolunk, hogy hogyan juttatta kiváló oktatáshoz egy egyházi személyiség az árvákat Angliában, akkor Müller György nevét tudnám mondani. Ő maga porosz származású volt, de sok árvaházat, fiú és lány iskolákat is alapított, és összesen mintegy 120 ezer gyermekről gondoskodott így. És úgy, hogy kimondottan adományokból tartotta fenn ezt a hatalmas iskolahálózatot, nem fogadott el sem állami pénzt, sem nem kért senkitől, hanem mindent imára csinált, mindent imával oldott meg, és az Úr meggondoskodott róla. És hát nagyon sok gyermeknek ilyen módon tulajdonképpen társadalmi státuszok fölött messze jobb oktatást biztosított sok helyen, és az országosan, és ez Angliában a 19. századnak az első harmadában volt, és a Müller Györgynek a munkássága az a mai napig is érezteti a hatását, tehát sokan követték az ő példáját. Hát a gyermeknevelésben, illetve a fiatalok oktatásában a protestáns ébredési mozgalmak hoztak a 16. századtól kezdődően nagyon nagy lendületet, és amikor a nép nyelven megszólalt a Szentírás, és a könyvnyomtatás is elindult, akkor
hát korábban is létező katekizmusokat, amik a hit elveit kérdésfelelek formájában tanították meg úgy, hogy felteszi a tanár vagy az édesapa a kérdést, és a gyereknek meg kell adni rá a választ, de az a válasz is egy előre megírt válasz volt. Ilyen formában tanították például a Hiszek egyet, ilyen formában tanították meg a Tíz parancsolatot már a 14. századtól. Volt egy Jean Gerzsom nevű párizsi tanár, aki ezt kidolgozta, és az ő műve nagy hatást gyakorolt Lutherékre, és utána a protestánsoknak a K.T. irodalmára, tehát ami a katekizmusnak a rövid megfelelője, például Luther kis K.T.-ja, az kimondottan gyermekeknek szólt, és az egy mintát is adott, hogy hogyan lehet jó módszerrel, didaktikusan a gyermekek felfogó képességének megfelelő mennyiségű és minőségű hát szöveget úgy a szájába adni, hogy az lényegre törő legyen, és megértsék belőle hát a nehéz kérdéseket is. Tehát így magyaráztak végig a Tíz parancsolatot, akkor az ilyen KT-ban ott van a Mi atyánk, ott van a Tíz parancsolat rövid magyarázata. Például a Luther kis KT-jában nagyon érdekes, hogy mit jelent az, hogy ne őj. Hát az, hogy nem okozok sérülést, vagy bántást testileg az én felebarátomnak, és hogyha életveszélybe van, akkor segítek, hogy megmentsem az életét. Tehát, hogy például így, ilyen nagyon egyszerűen magyarázták a régi időkben is lényegre törően a gyermekek elméjének és felfogó képességének megfelelően az igének a dolgait. És hát beleolvasva egy 19. századi olvasókönyvbe mondjuk, hogy mind tanították meg az írásolvasást, tehát még a protestáns hagyományról beszélek, hogy a Biblia milyen nagy hatást gyakorolt, hogy az ABC-nek a betűit úgy tanítják meg, hogy A, mint Ádám, tehát E, mint Édem, és akkor hát a versike úgy szól, hogy Ádám bűnbeesésével mindnyájan bűnösekké lettünk. Tehát ez az A betű. Uh-huh. Tehát nem az volt, hogy kedves elsősök, most csupa szépről és jóról fogunk nektek beszélni, hanem elkezdték a bűnbeesésről realitásokat az ABC-vel beléjük csepegtetni, és nagyon-nagyon zsenge korú gyermekeknek, 7 éveseknek olyan erkölcsi szentenciákat kötöttek a lelkükre, hogy például ígéretek, hogy ígérem, hogy tisztelni fogom a szüleimet és elöljáróimat. Akkor különböző bölcsmondásokkal tanították őket, hogy ami kimondottan az igazmondásra, a hazugság megvetésére, szól, vagy a büszkeség elvetésére, és hát más negatív magatartások elvetésére szól. Ezt egész kicsi gyerekekbe beléjük verték, hogy az olvasókönyv arról szól, hogy mondjuk K, mint Kóré, hogy Kóré és csapa, a büszke Kóré és csapata elnyeletett a föld által. És akkor hát így ezeket az elrettentő példákat is korán beléjük vésték. Hát szóval ezt tudom mondani, hogy a Biblia felfedezésével és propagálásával elterjedt a gyermekek oktatásában is az a módszer, hogy a jót, az igazat, a hasznosat, a szépet igyekeztek belőle plantálni, és óvták őket, és felhívták a figyelmüket, hogy az ember halandó, a bűnöket kerülni kell. És hát például olyan közmondások a mai napig is élnek az angol száz világban, amit nem is tudják, hogy honnan vettek, de hát tulajdonképpen ezekből az olvasó könyvekből, hogy van ilyen kis példamondat, hogy élj jól, hogy jól halhass meg. Hát ez van, nem titkolták el az emberek elől, hogy halandók, és szükségük van megváltóra. Tehát akkor a múltban is már vannak ilyen példák. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezekben az időkben is lehet oktatni, akár intézményes szinten is a Bibliára a gyerekeket. Ugye évek óta zajlik a hitoktatás állami oktatás intézményekben itt Magyarországon is. A hitgyülekezete lelkészei is részt vesznek ebben. Te, illetve egy csapat a hitoktatói tananyag kidolgozásában aktívan részt vettél. Mik voltak azok a főbb szempontok, amiket figyelembe vettetek ezeknek az anyagoknak a készítésekor?
Igen, tehát annak idején Sós Judit, Uzoni Márta, Orbán Katalin segítségével egy tanmenetet állítottunk össze, ami csak egy vázlat volt igazából, és utána a tanárok, tehát Orbán Katalin és Ruf Tibor, Grül Tibor és Grül Tiborné Eszter, ők megírták azokat a bibliai leckéket a hitoktató könyv számára, ami felvonultatja a kezdetektől a Bibliának az eseményeit. Tehát az volt a cél, amit vezető lelkészünk Németh Sándor mondott, hogy a Bibliának a megismertetése volt a cél a gyermekekkel. Tehát nem tanításokba való bevezetés, nem egyházi tanoknak a hirdetése és propagálása, hanem kimondottan annak a célnak legyen alárendelve a hitoktató segédanyag, illetve a tankönyv, a hittan könyvünk, hogy magát a Szentírást ismertessük meg a gyermekekkel. Vagyis elkezdődik az elsősöknél az Ószövetség és Újszövetség alaptörténeteinek a bemutatása, utána a második osztálytól az alsó tagozatban így sűrítve szintén az Ószövetség és az Újszövetség. Utána a felső tagozattól megint kezdődik előről, a kezdetektől, a teremtéstől, és hetedikben már az Újszövetségig eljutunk, és a nyolcadikos tankönyv pedig az egy etika tankönyv, amit Ruf Tibor írt, és ez pedig a tinédzsereket foglalkoztató nagy emberi kérdések körül forog, az életértelméről és más kérdésekről. És hát az a korosztálynak megfelelő hát szinten, nyelvezettel, illusztrációkkal igyekeztünk gazdagítani, ami Navratil Edina jóvoltából nagyon-nagyon szépre és igényesre sikerült, és hát ez volt a cél, hogy magát a Szentírást szeretessük meg, és lehessen jókat beszélgetni az órán ezekről a történetekről. Tehát ez egy vetés a jövőbe, nem tudjuk, hogy azokból a gyermekekből mikor, mi lesz, és lényeg az, hogy és mikor fognak ezek a magok majd kihajtani az életükben? Mikor fognak kihajtani azok a kis magocskát, de azzal a reménységgel tanít minden hitoktató, hogy nem múlnak el nyomtalanul azok az órák. És úgy hallom, hogy a sok gyermeknek a kedvenc tantárgya a Biblia óra, a hitoktatás, mert ott tényleg olyan életről szóló dolgokat hall, amit más tantárgyokból nem hall. Úgyhogy akkor Bibliát minden óvodába, csatlakozunk mi is ez a mozgalomhoz, és akkor ismét elmondom, hogy az óvodaprogram.hit.hu-n tudtok erről a programról tájékozódni. Egyébként be tudnak azok is csatlakozni ebbe a programba, akiknek van használt, de jó állapotban levő bibliájuk, ezt fel lehet ajánlani. Úgyhogy Márti, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és tudtunk erről a témáról beszélgetni. Számúlt percekben Hak Márta, a Szent Pál Akadémia oktatója volt a vendégünk.